Üdvözölnék mindenkit, folytatjuk tovább akkor a toronyos harcainkat, és ugye tudjátok, hogy a következő ellenfelünk az az Oz brigádja lesz, velük fogunk megküzdeni, mint láthatjátok. Ő lesz a 80. emelet ellenfele. Ám előtte még ugye fejlődtem egy szintet, és fejlesszük itt a segítőinket is szintén 306-osra. Aztán, amit még változtattunk, hogy kaptam egy sütyakot, ezt az új sütyakot, ezt földobjuk ide a mágusra. Igaz, hogy mindenhez adó, de ennél a cuccnál jobb, szóval föltesszük. Jó, még a páncélja is nagyobb, szuper. Most itt ez az arany miért maradt itt? Nem baj, visszamegyünk és akkor nem tűnt el. Se baj, bemegyünk a toronyba, lényegtelen ott van-e az arany, vagy nincs ott. És akkor nekivágunk, 80. emelet, Oz brigádja, ő ellenük fogunk harcolni most. Na, 358-as az ellenfelünk, és egy harcosról van szó. Összesen 64 millió HP-val rendelkezik. És a mi harcosunk, az keményen már neki is látott a csatának. Aztán 4 milliót sikerült lecsapkodnia tőle. Gyerünk, ó, micsoda szép 2 milliós crit. Ott megint egy, és a végén azért még egy picit rácsapott. Sajnos nem a mágusok kezd, de így is van azért, ó, van esélye, két ütésre volt neki, csak sajnos 50 millió HP-ról kezdi el leütni Kunigunda. Erős egy emelettel van dolgunk, mint ti is láthatjátok. Ugye a HP az, azzal lesznek itt gondok, hogy rengeteg HP-ja van ennek a ellenfélnek. Kunigunda nem téreget ki nagyon. És még így is 41 millió HP-t, hát soha, de életben nem fogok én lecsapkodni ennyit. Hiába ütök ilyen szép kriteket, mint az előbb is láthattátok, de... Aztán sima ütéssel csaptam most is 4 milliókat, de még 26 millió HP-ja hátra van. Na, de hát próbálkozunk, újra próbálkozunk többször, hát ha sikerülni fog. Aztán, hogyha nagyon nem menne ez a szint, akkor földobom majd a későbbiek során a plusz 25%-os HP potit, ugye az örök életi tart, a szárnyas potit, ki hogy ismeri, rengeteg neve van. És akkor talán azzal nagyobb sikerem lesz. Na majd meglátjuk. Most is támadunk egy 4-5-öt. És... Nem a mágus kezdett sajnos megint. Viszont nagyon szépet kritelt rá. És 48 millió HP-nál tartunk. Eddig Kunigunda háromszor kitért. És megint kétszer kitért egymás után, harmadik kitérés, egy gyönyörű. És még 2,6 millió HP-ja van, már csak 300 ezer HP. Jaj. Semennyi HP-ja nincs. Na nézzük, 28 millió van hátra. 21 millió hátra. Ja, hát nem lesz meg. Így már nem lesz meg, 17 millió maradt neki. Valamivel több, mint az előbb. Aztán akkor megyünk megint. Megint neki ruházkodunk. Szépen üti a kriteket rá. Mint láthatjátok, a harcosom üti neki. Ó, és megint krit. Most mindent benne. Minden benne van. Majdnem, hogy 10 millió HP-t sikerült lecsapkodni a harcosomnak. És eddig nagyon jó a mágus is, szépen csapott. Kérdés, hogy Kunigunda mennyire fog kitérni, mennyire sem, és mennyit tud leütni belőle. Na, majd most kiderül. Jól állunk, hát Kunigundának a fele HP-ja elment már sajnos. Na nézzük.
Így van, 35 millió. És nagyon szépen téreget ki folyamatosan. 30 milliónál tartunk, már lementünk az alá is, és még kitér, még mindig kitér. És még mindig. Gyönyörű. Ez az. Ez az, hajrá. Még egy gyönyörű kritet. Úgy van. Úgy van. És még nem hagyja, nem hagyja Kunigunda, ő azt mondja, hogy harcol tovább. És még nézzétek, nézzétek, kitér, és még hányszor fog kitérni. És 11 millió HP maradt hátra, amit már könnyű szerrel le tudok csapkodni, nagyon remélem. Nagyon remélem. Oho, oho, na, azért egy kicsit megizgultam itt a végén, hogy mégse lesz meg, de megvan. 381-es mindenhez adó, Kucsó harapos nyakörve. Na, azért meglett ez az emelet, elég szép volt, gyönyörű harcnak lehettünk szemtanúi, közben végeztem a fogadóval is. Na, hát akkor nézzük, hogy kinek van szüksége ilyen nyakörvre. Szerintem senkinek se, ide sem kell, és hát ide sem kell. Akkor ez valószínűleg, hogy menni fog a boltba. Így van, ezt így el is adom. A másik sityakot meg majd beledobatom a WC-be. És akkor királyság van, mert legyőztük a 80. szintet, 80. emeletet, és ő lesz a következő. Tökmag John, ő lesz a 81. szint, a 81. ellenfél. Na, hát akkor hajrá, hajrá, és a következő videóban majd találkozni fogtok vele. Hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen kérlek, dobjatok egy lájkot rá. Ha pedig nem tettétek volna még meg, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornámra, és a későbbiekben még több esemes videót fogok készíteni nektek. Köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan pedig érkezem újra. Sziasztok!